Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, szép jó napot kívánok! Az országgyűlés június 4-i emlékülését megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Szűcs Lajos és Hiszékeny Dezső jegyzőurak lesznek a segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri mai ülésünket. Tisztelt országgyűlés! Kérem önöket, hogy felállva köszöntsük Áder János köztársasági elnök urat, valamint a nemzeti zászlót és a történelmi zászlókat. Elnök úr, Józsa Gábor őrnagy, a díszlőség parancsnoka, kérek engedélyt a nemzeti és a történelmi zászlók behozatalára. Az engedélyt megadom. Értettem. Zászlóvivők, díszőrhelyre, lépés, indulj! Jobbra, balra, hát! Dísz, állás! Kérem, foglalják el helyüket. Tisztelt ház! A mai emléknapi ülésünkre 100 esztendővel azután kerül sor, hogy 1920. június 4-én a történelmi Magyarországon meggondultak a harangok, megszólaltak a gyárak szirénái, a zászlókat félárból szereztették, az iskolákban, hivatalokban pedig gyászszünetet rendeltek el. Ma Trianonra, a trianoni békediktátum okozta tragédiára, nemzetünk ezer éves történelmének egyik legfájdalmasabb gyászára emlékezzük, de jelenünket és jövőnket már a nemzeti összetartozás örömének jegyében formáljuk. Nagy tisztelettel, megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Áder János köztársasági elnök urat és kedves feleségét. Tisztelettel köszöntöm Orbán Viktor miniszterelnök urat és a kormány tagjait. Kövér László házelnök urat. Szili Katalin asszonyt, az országgyűlés korábbi elnökét, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának alapító elnökét. A megjelent országgyűlési és európai parlamenti képviselőket, a nemzetiségi szószólókat, Darák Péter urat, a kúria elnökét, Polt Péter legfőbb ügyész urat, Kozma Ákos ombudsman urat, Domokos László urat, az állami számvevőszék elnökét, és mindazokat, akik figyelemmel kísérik mai ünnepülésünket. Külön tisztelettel köszöntöm azokat a határainkon túl élő magyarokat, akik az elmúlt 100 év nehézségei és megpróbáltatásai ellenére is szülőföldjükön maradva megőrizték magyarságokat, gyarapították nemzetünket. Nélkülük nem csak mi, hanem a minket körülvevő államok is szegényebbek lennének. Örömmel köszöntöttem volna itt, az országházában a külhoni magyarság képviselőit is,
de a koronavírus járvány sajnos nem teszi lehetővé, hogy a mai ülésünkön együtt emlékezve tekintsünk a jövőbe, a nemzeti összetartozás napján. Ha testben nem is, de a ma tárgyalásra kerülő a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórum által megfogalmazott politikai nyilatkozat révén lélekben velünk vannak a világban szétszóratott magyarság képviselői is. Tisztelt képviselőtársaim! Szinte napra pontosan 30 évvel ezelőtt a kelet-közép-európai rendszerváltások hajnalán Antal József miniszterelnökké történt megválasztását követően alig néhány nappal az MDF harmadik országos gyűlésén úgy fogalmazott, hogy lélekben és érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kíván lenni. A néhai miniszterelnök ezzel az egy mondatával lényegében kijelölte a rendszerváltás utáni nemzetpolitika irányát és legfontosabb prioritásait. Valamivel több mint két évtizednek kellett azonban eltelnie ahhoz, hogy ez a gondolat beérjen és a legmagasabb szintre emelkedjen. A második Orbán kormány előterjesztésében 2011-ben elfogadott alaptörvény kimondja, hogy Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határokon kívül élő magyarok sorsáért. Ennek a felelősségvállalásnak talán a legkézzel foghatóbb eredménye az állampolgárság 10 évvel ezelőtti kiterjesztése, és ezáltal a nemzet közjogi egyesítése. A diaszpórában élők közül 160 ezeren, míg az egyszerűsített honosításnak köszönhetően a Kárpát-medencében 940 ezeren lettek állampolgárok. Összesen tehát 1 millió 100 ezeren váltak nemzettársainkból szavazati joggal rendelkező honfitársainká. Számukra, tisztelt képviselőtársaim, sikerült valamit visszaadnunk abból, ami egykoron megkérdőjelezhetetlenül az övék volt. A közjogi egyesítés azonban csak az alapja egy erős szellemi eszmei közösségnek, amit a hétköznapok tetteinek kell valódi összetartó közösségé formálnia, mert csak egy ilyen közösség képes garantálni, hogy tagjai anyanyelvüket megőrizve, kultúrájukat ápolva, szülőföldükön családot és jövőt tervezve úgy legyenek hűségesek nemzetükhöz, hogy közben a kölcsönös tisztelet jegyében értékteremtő polgáraivá váljanak azon országoknak, amelyekben élnek. Ez a kölcsönös tisztelet az, ami leginkább hiányzott a párizsi békekonferencián, és ez volt az, ami elvetette a békétlenség és a háborúskodás magjait hosszú évtizedekre. Cselekedeteink során ma azt reméljük, hogy a centenáriumi év megemlékezései szerte a Kárpát-medencében a tisztelet és a megértés szellemében zajlanak majd, és nem lobbantják újra lángra a hamallott még ma is sok helyen parázsló magyarok elleni ellenségeskedés mágiáját. Szeretnénk, ha ez a parázs végleg kihújna, és elődeink hitével és akaratájével töretlenül tudnánk haladni tovább közös jövőnk felé itt a Kárpát-medencében. Ezen gondolatok előrebocsátása után soron következik a nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat összevont vitájának megkezdése. Kövér László, fideszes, Semjén Zsolt, KDNP-s, Potápi Árpád János, fideszes, Páncél Károly, fideszes, Harag Péter, KDNP-s, Kocsis Máté, fideszes, Zsigmond Barnapál és Németh Zsolt, fideszes képviselők által előterjesztett politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat P/10760 a számon a ház informatikai hálózatán mindenki számára elérhető. Most felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ismertesse a politikai nyilatkozat szövegét. Parancsoljon, jegyző úr, öné a szó. Az országgyűlés politikai nyilatkozata a nemzeti önazonosság védelméről.
Az országgyűlés a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, mint a térség államaiban élő 12 millió magyar ember választott képviselőinek reprezentatív politikai testületének felhívására, az első világháborút lezáró békekötések századik, valamint a kelet-közép-európai demokratikus rendszerváltoztatások 30. évfordulóján az alábbi politikai nyilatkozatot teszi. Első pont. Történelmi tény, hogy az első világháborút lezáró békekötések keretében az ezer esztendeje európai szülőföldjén élő Magyarországot megfosztották nemzeti önrendelkezési jogának gyakorlásától, melynek következményeként minden 10 magyar ajkú emberből 3, azaz mindösszesen közel 3,3 millió magyar a szülőföldjével együtt más államok fennhatósága alá került, ahol egy évszázada változó államalakulatok keretében és fogyatkozó lélekszámmal él napjainkban is. Második pont. Statisztikai tény, hogy miközben a korabeli Magyarország területén élő nem magyar nemzetiségű emberek száma, a német ajkúakat ide nem számítva, az 1787-es népszámláláskor rögzített 4.935.000 főről az 1910-es népszámlálások adatai szerint 8.515.000 főre növekedett, addig 1920 és 2011 között a Magyarországgal szomszédos országok fennhatósága alá került magyarság száma a népszámlálási adatok szerint mindösszesen 3.278.000 főről 2.090.000 főre csökkent. Harmadik pont. A 20. századi megpróbáltatások a Magyarország határain kívülre került kárpát-medencei magyar közösségek ellen irányuló etnikai tisztogatási kísérletek, etnikai homogenizációs törekvések, valamint az 1990-ben történt demokratikus rendszerváltoztatásokat követően a térségre jellemző társadalmi és gazdasági nehézségek okozta elvándorlás ellenére a külhoni magyarság fájdalmas veszteségek, áldozatok és nagyszerű teljesítmények árán megőrizte az anyanyelvében, kultúrájában és szülőföldjében gyökerező nemzeti önazonosságát. Ezáltal a Kárpát-medencében a magyarság napjainkban is viszonylagos nemzeti többséget alkot, és a térségben a magyar nyelvet beszélik a legtöbben. Ezen etnikai tényhelyzet a jövőre nézve is kiemelt felelősséget ró a magyar államra, és Európa felelős politikai erőire a Kárpát-medence sorsának történelmi alakításában. Negyedik pont. A Kárpát-medencében egy évszázada a Magyarországgal szomszédos államok fennhatósága alatt élő magyarok úgy maradtak hűségesek szülőföldjükhöz és a magyar nemzethez, hogy mindeközben lojális és értékteremtő polgáraivá és közösségeivé váltak azon országoknak, amelyekben élnek. 3 évtizede a Kárpát-medencében élő külhoni magyarság olyan időszakban, amelyben Európa nem volt mentes az erőszakos etnikai érdekérvényesítésektől sem, mindvégig alkotmányos eszközökkel, békés módon küzdött a jogaiért. A külhoni magyarság a térség valamennyi állama euróatlanti integrációjának, illetve integrációs törekvéseinek aktív támogatója, és politikai érdekképviseletei által nélkülözhetetlen módon járul hozzá a térség geopolitikai stabilitásának és etnikumközi békéjének fenntartásához. Mindezek ellenére a Magyarországgal szomszédos egyes országokban élő magyar közösségek az elmúlt 3 évtized során folyamatosan a diszkrimináció számos formájával szembesülnek. A hátrányos megkülönböztetés, a központi és regionális fejlesztési közpolitika, a kommunista időszakban elrabolt egyéni és közösségi tulajdonok visszaszolgáltatása, az oktatási jogok, az anyanyelv használati jogok és az államigazgatásban, illetve az igazságszolgáltatásban való részvételi jogok, valamint a politikai közbeszéd területén is érvényesül. Gyakran tapasztalható,
hogy egyes országok állami hatóságai tudatosan megfélemlítik, illetve megalázzák a külhoni magyar közösségek tagjait és vezetőiket. Hasonlóképpen gyakori diszkrimináció áldozatai a külhoni magyarok akkor is, amikor a részükre törvényekben és egyéb jogszabályokban, elviekben biztosított jogokat a gyakorlatban csorbítják, azok tényleges érvényesülését meghiúsítják. 5. pont. A nemzeti sokszínűség nem veszélyforrást, hanem erőforrást képezhet egész Európa és a kelet-közép-európai térség valamennyi nemzete és állama számára. Ennek érvényesüléséhez az szükséges, hogy a térség államai az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkelye szellemében mindannyian ismerjék el a nemzeti önazonossághoz való jogot alapvető emberi jogként, és közösen határozzák meg annak a 21. századi kihívásokra megfelelő választ adó politikai és jogi tartalmát, valamint az így meghatározott jogot a gyakorlatban is biztosítsák a területükön számbeli többségben, illetve kisebbségben élő nemzeti közösségek számára egyaránt. 6. pont. Kelet-Közép-Európában és benne a Kárpát-medencében nem az államhatárok, hanem az államok politikájának megváltoztatásával a nemzeti önazonossághoz való jogot ténylegesen és korszerűen biztosító jogi és politikai eszközökkel lehet mindenki számára növelni a szülőföld megtartó erejét, amely alapfeltétele a térségben élők biztonságának és jólétének. 7. pont. Kelet-Közép-Európában és benne a Kárpát-medencében a biztonság, a politikai és társadalmi stabilitás, a gazdasági fejlődés és jólét hosszú távú biztosítékát az jelentheti, ha valamennyi nemzeti állam minden polgára és azok közösségei számára elismeri a nemzeti önazonossághoz való jogot, azaz lehetővé teszi számukra, hogy elődeik anyanyelvét, kultúráját és szülőföldjét, otthonosságát mindannyian megörökölhessék, és mindezt továbbadhassák az utódaiknak. Az anyanyelvből és a kultúrától való elidegenedés, valamint a szülőföld otthonosságának elveszítése, illetve a szülőföldről való kényszerű elvándorlás globalizálódó világunkban a legközvetlenebb veszély, amely a térség valamennyi nemzetét és nemzeti államát fenyegeti. 8. pont. Fentiekre tekintettel felhívjuk a kelet-közép-európai és benne a Kárpát-medencei államalkotó szervezetek, nemzetek parlamentjeit, hogy az Egyesült Nemzetek szervezeténél és az európai nemzetközi szervezeteknél közösen kezdeményezzék a nemzeti önazonossághoz való jognak, mint alapvető emberi jognak az elismertetését. 9. pont. Felhívjuk a kelet-közép-európai és benne a Kárpát-medencei államalkotó nemzetek parlamentjeit, hogy emeljék alkotmányos alapjoggá a nemzeti önazonossághoz való jogot, és azt szavatolják a gyakorlatban is az államaik területén élő minden őshonos nemzeti közösség számára. A Magyarország alaptörvényében foglalt megoldáshoz hasonlóan a többségében élő nemzeti közösségek mellett a meghatározott feltételeknek megfelelő számbeli kisebbségben élő őshonos nemzeti közösségeknek is biztosítsanak alkotmányban rögzített államalkotói jogállást. 10. pont. Felhívjuk az Európai Bizottságot, hogy az uniós tagállamokban számbeli kisebbségben élő őshonos nemzeti közösségek több mint 50 millió tagjára, úgyis, mint európai adófizetőkre és választópolgárokra tekintettel, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója által 2013-ban indított nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelmi javaslatok tárgyában kezdeményezze kötelező érvényű uniós jogszabály megalkotását. 11. pont. Felhívjuk az Európai Unió tagállamainak polgárait, hogy támogassák a Székely Nemzeti Tanácsnak az európai régiók gazdasági és kulturális fejlődését erősíteni hivatott, folyamatban lévő európai polgári kezdeményezését. 12. pont. Felhívjuk az Európai Unió és az Európa Tanács intézményeit,
hogy támogassák azon európai államok parlamentjeinek törekvéseit, amelyek a 21. században a nemzeti önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részévé akarják tenni. Köszönöm szépen, jegyző úr! Tisztelt Országgyűlés! Most tisztelettel felkérem Kövér László urat, az Országgyűlés elnökét, a nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozat előterjesztőjét nyitó beszédének megtartására. Tisztelettel kérem, fáradjon az emelményre, elnök úr! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Mélyen tisztelt köztársasági elnök úr, miniszterelnök úr, képviselőtársaim, tisztelt ház, tisztelt honfitársak! Az imént elhangzott politikai nyilatkozat elfogadására a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának három nyomós oka is volt, és előterjesztő képviselőtársaimmal együtt ugyanezen három okból javasoljuk mi is elfogadásra a tisztelt háznak. Ezen három ok a múltban, a jelenben és a jövőben rejlik. A trianoni diktátum által a magyarságnak okozott tragédia ugyanis nem csak nemzetközi szerződésekkel többször megpecsételt és lezárt történelmi múlt, hanem velünk együtt élő folyamatos jelen, ami nem kívánt esetben megismétlődő jövővé is válhat. Mindaddig, amíg a Kárpát-medencében élő külhoni magyarságnak keserves létküzdelmet kell vívnia azért, hogy megőrizhesse elődeitől örökbe kapott anyanyelvét, kultúráját és szülőföldjének otthonosságát, a trianoni döntés nem a történelemkönyvek egy lezárt fejezete, hanem a teljes magyar nemzetet érintő, velünk együtt élő, nyitott jelenbeli létkérdés. A magyar jövő pedig csak akkor lehet biztonságos, ha minden jelen és jövőbeli magyar nemzedék, gyermekeink, unokáink és az utánuk következők a trianoni történetből is tanulva a saját szívükbe és eszükbe vésik, hogy mindig csak az lehet az övék, amit meg tudnak védeni. Aki fel sem ismerve a veszélyt tudatlanságból, vagy kényelmét óvva restségből, vagy az áldozattól, erőfeszítéstől visszariadva jávaságból nem kész és nem képes megvédeni azt, ami a sajátja, az el fogja azt veszíteni. Az úgy járhat a jövőben, miként jártak elődeink a 100 esztendővel ezelőtti múltban. Tisztelt ház, ami ezt a múltat illeti, 100 esztendő távlatából ismerni véljük a legfontosabb tényeket, az események időrendjét és az okozati összefüggéseket, amelyek 1920-ban a történelmi Magyarország területe kétharmadának elvesztéséhez és a magyar nemzet minden 10 tagjából 3-nak, azaz a nemzet harmadának idegen hatalmak fennhatósága alászorításához vezetett. Mi mai magyarok a múltat megváltoztatni nem tudjuk, csak annak legfájóbb következményeink kísérhetünk megváltoztatni. Mindenre azonban csak akkor van esélyünk, ha tanulunk a múltból. Melyek azok a tanulságok, tisztelt képviselőtársaim, amelyeket a trianoni diktátum kapcsán mindenképpen célszerű levonnunk? Engedjék meg, hogy az elfogadásra ajánlott politikai nyilatkozat szellemében három ilyen tanulságot ajánljak a tisztelt ház figyelmébe. A magyar nemzet nem létezik, csak magyar urak vannak. A krónikások szerint többek között ezt mondta 1920-ban Franciaország képviselője a trianoni döntést előkészítő béketárgyalásokon, és ezzel azon legvérmesebb forgatókönyveket akarta megvalósulni segíteni, amelyek szerint az első világháborús győztesek Budapestet városállammá alakították volna, és a vesztes Magyarország teljes területét, tehát a megmaradt egyharmadnyi területet is, úgy osztották volna szét a szomszédos országok között, ahogyan azt a kétharmadnyi részre is tették. Akit ki akarnak fosztani és fel akarnak számolni, annak először a puszta létét kell kétségbe vonni, az önazonosságát kell szétzilálni. Ez a nemzettagadás indítéka és lényege, tisztelt képviselőtársaim. Így volt egykor, és így van ez ma is. A különbség csak annyi, hogy 100 esztendővel ezelőtt csak a magyar nemzet létét vonták kétségbe a korabeli győztesek, napjainkban pedig azok, akik kellően erőseknek és örök győzteseknek képzelik magukat, Európa valamennyi nemzetének a létét kétségbe vonják.
Ezek az államhatárokon és földrészeken átívelő gazdasági és politikai érdekcsoportok már a francia, a német, a román, a szlovák, a szerb, vagy bármely más európai nemzet létjogosultságát is megkérdőjelezhetetőnek gondolják. Azért teszik ezt, mert szükségük van Európa erőforrásaira, mert pénzügyileg végzetesen el akarják adósítani, gazdaságilag maguk alá akarják gyűrni, kulturálisan és technológiailag gyarmatosítani, politikailag pedig teljesen uralni akarják Európát, és mindezen törekvésükben az európai nemzetek és az őket védeni hivatott nemzeti államok puszta léte is akadályt jelent számukra. Tehát az egyik tanulság, hogy a nemzetek önrendelkezésének eszméjét gyakorlatilag születése pillanatában közös sírba temették a magyarok ezer éves országával, és a síron kivirult a nemzettagadás mérgező virága, amely kipusztíthatatlan gyomként egyre agresszívebben borítja be a földjeinket. A nemzetünket fenyegető veszély nem múlt el, sőt erősödik, de fenyegeti már a bennünket száz éve legyőzőket is, és nekünk a politikánkat ennek megfelelően kell alakítani. A másik tanulság, tisztelt képviselőtársaim, hogy mindig súlyos ára lehet, ha nem figyelünk kellőképpen arra, hogy mi zajlik körülöttünk a nagyvilágban, ha figyelmen kívül hagyjuk a geopolitikai látószöget. A magyar politikának történeti okokból a közjagias gondolkodásmód az erőssége, és nem a geopolitikai. Nem volt ez mindig így. Árpádházi uralkodóinknak egyik erénye volt a földrajzi térben való gondolkodás képessége, a külvilági kitekintés, rálátás és megfelelő reagálás. Mohács után azonban ez a képességünk is beszűkült, olyannyira, hogy a 19. század második felében már alig érzékelhető a magyar politikában. A kiegyezéskori magyar politikai elit, ha keresett is, nem talált érvényes választ a 19. század elején kialakult és öröknek tetsző az európai hatalmak egyensúlyára épülő geopolitikai rend megborulására, és Magyarország biztonsági érdekeit ahhoz a dualista monarchiához kötötte, amelynek fennmaradásához egyre kevesebb belső és külső érdek kötődött. Mindennek következménye 600 ezer halott magyar katona az első világháborúban, 1 millió 200 ezer leszerelt és szélnek eresztett magyar katona 1918. novemberében, és pár hét múlva a szélrózsa minden irányából érkező összességében nem több mint 200 ezer idegen katona, akik 1918 karácsonyától kezdve 1920. június 4-éig szétmarcangolták a védtelen történelmi Magyarországot. A politika felelőssége a legszigorúbb eredményfelelősség, tisztelt képviselőtársaim. Nincs soha semmilyen kimentési lehetőség, mindig csak az eredmény számít. Minden mentő vagy magyarázó körülmény, az elveszett háború, az azt megelőző évtizedes belső bomlasztás és külső ellenséges aknamunka, egyes hazai és nemzetáruló politikusok el nem évülő bűnei 1918. novemberében, a külföldről pénzelt bolsevik terrorcsapat topzódása 1919. tavaszán, a művelt nyugat politikusainak arroganciával vegyes kis stílusége és szűklátókörűsége, mindez rendkívül fontos és tanulságos, de a politika eredményfelelősségét illetően közömbös. Az eredmény Trianon. Trianon pedig nem csak a múltban esett történelmi igazságtalanság okozta fájdalom szinonimája, nem csak a jelenben bennünk élő egyfajta kollektív lelkiismeret furulásé, hogy miként hagyhattuk, hogy ez megtörténjen velünk, hanem a jövőre vonatkozó parancs is. Ez még egyszer nem történhet meg velünk. Tisztelt Ház! A harmadik trianoni tanúság szorosan összefügg az előzővel. A nemzetközi porondon magányosan, szövetségesek nélkül nem lehet sokra jutni. Mi magyarok itt a Kárpát-medencében a germán és szláv néptömbök életterének nagyhatalmak érdekszférájának ütköző pontjában ezer esztendeje hajlamosak vagyunk azt érezni, hogy egyedül vagyunk. Nem alaptalan ez a nyelvi és kulturális sajátosságainkból fakadó életérzés, de ne feledjük, az elmúlt száz esztendőben nem csak mi voltunk egyedül, hanem néha a többi közép-európai nemzetre is rá-rá tört az egyedüllét. 1920-ban a győztes nyugati hatalmak ugyan még csak bennünket, magyarokat dobtak a történelem hentes pultjára, hogy szétdaraboljanak, ám 1938-ban lényegét tekintve ugyanezt tették Csehszlovákiával, aztán a balti államokkal és Lengyelországgal, majd a nyugat 1947 után a térségben mindenkit koncként vetett oda Sztálinnak. Trianonban a magyar államot életképtelenségre,
a magyar nemzetet szétszakítottságra, Magyarországot pedig politikai egyedüllétre ítélték. A magyarság egy évszázadnyi áldozatos munkája életképessé tette a magyar államot, a nemzet határokon átívelő összetartozása pedig száz esztendő alatt erősebbnek bizonyult azon erőknél, amelyek azt fel akarták számolni. Hosszú ideje, és különösképpen az elmúlt évszázadban a Kárpát-medencében élő nemzetek viszonyában az volt a főszabály, hogyha valamelyik nemzet sírt, akkor szomszédai általában nevettek, és fordítva. Ha valakik győztek, akkor másoknak szükségképpen veszteseknek kellett lenniük. Az idők jelei azt mutatják, tisztelt képviselőtársaim, hogy a globalizmus előttünk álló időszakában mindez megváltozik. A Kárpát-medencében és tágabban Közép- és Kelet-Európában a jövőben az együtt és egymás mellett élő nemzetek vagy együtt fognak nevetni, vagy együtt fognak sírni. Együtt leszünk nyertesek, vagy mindannyian veszteseknek bizonyulunk. A térségben vagy egymással együttműködve őrizzük meg a nemzeti államainkat, nyelvünket és kultúránkat, vagy mindannyiunkat kiforgatnak mindezekből, és elidegenítenek a szülőföldünktől, államainkat birodalmi adószedő helytartósággá alacsonyítják, anyanyelvünket konyhanyelvvé silányítják, és saját nemzeti kultúránkat elfelejtetik velünk. Mindez ellen a térségünk országai eséllyel csak közösen, csak együttesen léphetnek fel. Mi magyarok, akik elveszítettük a 20. századot, nem akarjuk elveszíteni a 21-et. Azt sem akarjuk azonban, hogy a 100 esztendővel ezelőtt nyertes szomszédaink elveszítsék. Nem csak azért, mert lovagias nemzet vagyunk, hanem azért sem, mert nem áll érdekünkben. Mi senkit nem akarunk becsapni Trianon ügyében, legkevésbé önmagunkat. Trianon öröksége számunkra a 21. században is változatlanul nyitott létkérdés. Azért, mert számunkra ez az örökség ma 2 millió magyar nemzettársunk sorsáról, jövőjéről, szülőföldjén magyarként való megmaradásáról szól. A két világháború között elődeink a nagyhatalmi döntőbíráskodás révén megvalósított területi revízióval próbálkoztak. Tudjuk, hogy nem jelentett megoldást. A második világháború után a kommunizmus 4 évtizedében Trianon megoldásaként a hazai magyarságnak az önfeladást, a külhonni magyarságnak pedig a beolvadást írták fel receptre. A beteg a gyógykezelés ellenére életben maradt, de a baj sem tűnt el. 1990 után a térség országainak közös euróatlanti csatlakozása kínált esélyt a trianoni probléma meghaladására. Akik abban hittek, hogy az önmagára, mint a szabadság, az emberi jogok és a demokrácia térségére tekintő és a tagállamainak területén a nemzeti autonómia különféle modelljeit működtető Európai Unió segítséget nyújt majd a térség nemzeti problémáinak megoldásához, azok csalódni voltak kénytelenek. Az elfogadásra ajánlott nyilatkozatban a Kárpát-medencében élő 2 millió külhoni magyar megválasztott politikai képviselői pontosan megfogalmazták a jogsérelem és diszkrimináció azon válfajait, amelyeknek a magyar közösségek napjainkban is változatlanul áldozatai. Bár az Európai Unió automatikus megoldást nem ad, esélyt viszont igen, hogy immár külső nagyhatalmi nyomás és fenyegetés nélkül együtt megpróbálhassuk rendezni közös dolgainkat. Egy évszázaddal Trianon után a mai napon elfogadásra ajánlott nyilatkozat magyar részről arra tesz kísérletet, hogy új megoldást kezdeményezzünk, és arra, hogy mindenhez szövetségeseket találjunk. Szövetségeseket találjunk elsősorban a szomszédos nemzetekben és államokban, illetve szövetségeseket találjunk Európa többi nemzetei és államai között. A külhonni magyarság küzdelme nemzeti önazonossághoz való jogáért ugyanis európai ügy, tisztelt képviselőtársaim. Azért európai ügy, mert az előttünk álló időkben lényegét tekintve hasonló identitás küzdelem vár minden európai nemzetre, mint amilyet a külhonni magyarság vív 100 esztendeje. Ez akkor is így van, ha Európában, különösen Európa nyugati részén még sokan nincsenek ezzel tisztában. Egyre többen és többen ismerik fel azonban a nemzeteik előtt álló identitás küzdelmek tétjét. A világhatalmi erőtérben Európa és benne az Európai Unió stratégiai szuverenitását nem tudja megvalósítani csak a politikai, illetve gazdasági önrendelkezés vagy a katonai önvédelem eszközeivel. Az eredményes európai önvédelemhez kell az identitás fundamentuma is.
Az európai embereknek kell tudniuk, hogy voltak éppen mitől, miért és hogyan európaiak. Ilyen fundamentum pedig nincs, tartósan nem is építhető a 2000-es keresztény hitből fakadó normarendszer és a több évszázados nemzeti kultúrák mellőzésével. Európa határai addig tartanak, ameddig a temetőkben kereszt van a sírhelyeken. Európa addig marad önmaga, amíg európai nemzeti közösségek lakják és meghatározóan alakítják a sorsát. Ha mindez megváltozik, Európa kisebbségbe szorul a saját területén. Tisztelt képviselőtársak! De milyen élet jut osztály részül azoknak, akiktől elvitatják a kollektív jogaikat, de közben kollektív büntetéssel sújtják őket? Akiknek anyanyelvét az ördög nyelvének nevezik? Akiknek megmásítják a nevét? Akiket megbüntetnek saját jelképeik használata miatt? Akiktől elvitatják a szabad akaratukból vallott nemzeti holtartozásukat? Akiknek történelmét elvitatják, történelmi emlékeit, temetőit lerombolják vagy elorozzák? Milyen életük van azoknak, akiknek egykor a diktatúrákban pár hét alatt elrabolták egyéni és közösségi javait, ám az utóbbi 30 év demokráciájában még a töredéket sem kapták vissza mindannak, amit elraboltak tőlük, akár az adott állam által meghozott törvény ellenére sem? Milyen az az élet, ami azoknak jut, akik ellen mások folyamatosan uszíthatnak a történelemkönyvekben, akik ellen mások büntetlenül használhatják a gyűlöletbeszédet, akiket pusztán nemzeti holtartozásuk okán potenciális ellenségnek, nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősített a saját államuk bármely képviselője? Külhoni magyar kisebbségi lét, tisztelt képviselőtársaim, amely Európa közepén egy évszázada ilyen. Makai Sándor, erdélyi református püspök 1937-ben Nem lehet című megrendítő vitairatában fogalmazta meg, hogy a kisebbségi sors nem csak politikai, hanem erkölcsi lehetetlenség is. Szerinte minél inkább telik az idő, a politikai megoldás útjába annál több és új akadály fog gördülni. Mint írja, nem tudom elképzelni a kisebbségi létnek semmiféle emberhez méltó elrendezését, mert magát az úgynevezett kisebbségi kategóriát tartom emberhez méltatlannak és lelkileg lehetetlennek. Ezen állításokra hasonlóan fajsúlyos választ a költő Reményik Sándor adott, amely Lehet, mert kell címmel vált ismerté. Állítása szerint az élet minden körülmény dacára nem csak puszta valóság, hanem megvalósítható minőség, nem csak adottság, hanem feladat, amelyet vállalni kell. 100 esztendeje külhoni nemzettársaink ezen lelki kettőség malomkövei között törlődnek. A nehezen felmérhető anyagi veszteségeket, a megaláztatásokból származó felbecsülhetetlen lelki sérelmeket azért volt képes túlélni a külhoni magyarság, mert ugyan 100 esztendeje minden napnyugtával kísérti a Nem lehet igazsága, ám közösségeinkben minden másnapi napkeltével erősebbnek bizonyul a Lehet, mert kell történelmi korparancsa. Mindezért engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy a mai napon, 2020. június 4-én a magyar állam nevében legmélyebb hálánkat és legmagasabb elismerésünket fejezzem ki a Trianonban elszakított nemzeti közösségeinknek az évszázados helytállásukért, hűségükért a magyar nemzethez és a szülőföldjükhöz, nem különben azért is, hogy lojális és értékteremtő polgáraivá váltak azon államoknak, amelyek felhatósága alá kényszerítette őket a történelem. Tisztelt Ház! Az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkelye így fogalmaz. Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is. Ez az uniós alapdokumentum tehát használja a nemzeti identitás szó összetételét, azt az Európai Unió és a tagállamai közötti viszonyban jogként elismeri és garantálja. Ám sem a hivatkozott szerződésben, sem pedig egyéb uniós jogforrásokban nem határozták meg eddig a nemzeti identitásnak a politikailag és jogilag is értelmezhető, életszerű és közérthető fogalmát. A mai napon az önök előtt fekvő elfogadásra ajánlott nyilatkozat ennek hiányát kísérli megpótolni. Egy olyan meghatározási javaslatot fogalmaz meg, amely érdemi hozzájárulás lehet az európai jövőjéről szóló küszöbön lévő uniós eszmecseréhez. Ha az Európai Unió szavatolja a tagállamok nemzeti identitását, miként ezt megteszi a hivatkozott szerződésben, akkor felmerül a kérdés,
ki valójában a nemzeti identitás alanya, hordozója. A mi magyar válaszunk erre a kérdésre a jogtudomány logikájával, a józan ésszel, az életszerűséggel és történelmi tapasztalatokkal is egyezik. A nemzeti identitás alanyai az adott állam területén meghatározott idő óta élő nemzeti közösségek, függetlenül attól, hogy számbeli többségben vagy számbeli kisebbségben élnek-e. Az állam, mint szervezet, mint jogi és politikai szabályrendszer összessége a földrajzi területén élő nemzeti közösségek identitását jeleníti meg és képviseli. A mi válaszunk az, hogy nemzeti identitása az embereknek, az állam polgárainak van, és ez az identitás, mint tudatállapot és értékrend az anyanyelvükből, a kultúráikból és a szülőföldjükből fakad. Ezen a számbeli többségben vagy kisebbségben élő nemzeti közösségeket egyaránt jellemző identitások védelmére hivatott a nemzeti állam. Mindezek alapján a nyilatkozat szerint, tisztelt képviselőtársaim, a nemzeti önazonossághoz való jog azt biztosíthatja mindenki számára, hogy elődeik anyanyelvét, kultúráját és szülőföldjüknek otthonosságát szabadon megörökölhessék és azt szabadon továbbadhassák utódaiknak. Európában és benne a Kárpát-medencében nem az államhatárok megváltoztatásával kezelhetők a megoldatlan nemzeti kérdések, hanem az állampolitikák megváltoztatásával, a nemzeti önazonossághoz való jog elméleti és gyakorlati biztosításával. A nyilatkozat szerint a nemzeti önazonossághoz való jog az általános emberi méltóság védelmének egyik nélkülözhetetlen eszköze, amely nem csak a Kárpát-medencében, hanem mindenhol erősítheti a békét, biztonságot és stabilitást. A nyilatkozat ezért fordul felhívással nem csak a szomszédos országok parlamentjeihez és kormányaihoz, hanem az Európai Unió, az Európai Tanács intézményeihez és az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez is, javaslatot téve arra, hogy a nemzeti önazonossághoz való jogot tegyük közösen az egyetemes emberi jogok részévé. Ez az ügy egyidejűleg szolgálja a magyar nemzet, a szomszédos nemzetek és Európa jövőjét. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház, tisztelt honfitársaink itthon, otthon és a nagyvilágban. A magyarság ezer éves Kárpát-medencei történelméből 100 nehéz esztendő van a hátunk mögött, és a magunk által alakítható jövő áll előttünk. A szétszakítottságban is megmaradni tudás teljesítményéből erőt merítve, az egymást követő nemzedékek erőfeszítéseit összeadva, tegyük együtt sikeressé a magyarok következő évszázadát. Kívánjuk, hogy a világban, Európában és a Kárpát-medencében legyen béke, szabadság és egyetértés. Megköszönve Kövér László házelnök úr nyitóbeszédét, az összevont vitát elnapolom, folytatására és határozathozatalára későbbi ülésünkön kerül sor. Most tisztelettel felkérem Áder János köztársasági elnök urat, fáradjon az ülésterembe és az emelvényről tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt köztársasági elnök úr, öné a szó, parancsoljon. Bevallom, hogy ezt a turáni törzset éles ellenszenvvel szemléltem és szemlélem ma is. Miként rokonaik a törökök, sokat romboltak és semmit sem alkottak. Budapest hamis város.
minden eredetiség nélkül. Századokon át a magyarok elnyomták nemzetiségeiket. A szabadulás és a megtorlás órája elérkezett. Írta 1919-ben Harold Nicholson, angol diplomata, akinek jelentős szerep jutott a trianoni határok megállapításánál. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt házelnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt országgyűlés! Mit tudott ez a diplomata Magyarországról? Szent István államalapításáról, első királyunknak az intelmeiben megjelenő bölcsességéről, Szent László vitézségéről, Hunyadi János bátorságáról, a világra szóló nándorfehérvári diadalról. Mit tudott Mátyás reneszánsz udvaráról, Európában párját titkító könyvtáráról és annak kódexeiről, a reformkor szellemi óriásairól, 1848-as szabadságharcunkról, vagy az első világháborút megelőző fél évszázad gazdasági lendületéről, tudományos vívmányairól. Nicholson mindenről keveset tudott, de a magyarok jövőjét a döntésben résztvevő diplomataként mégis alapvetően befolyásolta. Tisztelt ház! 100 évvel ezelőtt ezen a napon, június 4-én Magyarország gyászolt. Budapest is feketébe öltözött. Az ászlókat félárbócra eresztették, az újságok gyászkeretben jelentek meg. Az üzletek zöme, az iskolák és a hivatalok zárva voltak. A buszok és a villamosok megálltak. A fővárosban és mindenütt Magyarországon zúgtak a harangok. A magyarok 5 percig csendben álltak. A veszteséget, a megaláztatást, a törvénnyé tett törvénytelenséget egyetlen magyar sem tudta feldolgozni. 1920-ban Magyarország elveszítette területének 2/3-át. Népessége 18 millióról 7,5 millióra zsugorodott. Több mint 3 millió magyar került a határon kívülre. Románia egyedül nagyobb területhez jutott, mint amekkora Magyarországnak megmaradt. Gabonatermő területeink jelentős része, erdeink 90%-a, vasúthálózatunk 2/3-a a szomszédos országokhoz került. Arról már kevesebbet szoktunk beszélni, hogy milyen gazdasági gyarapodást tört derékba a Trianon. Általános iskolai tanulmányunkból tudjuk, hogy Széchenyi Istvánnak milyen szerepe volt a budapesti első hengermalom megépítésében. Arról viszont ritkábban szólunk, hogy 60 évvel később, a századfordulón, Budapest Európa legnagyobb malomipari központja. A világon is mindössze az Egyesült Államok beli Minneapolis előzi meg. A magyarországi gépipar dinamikus fejlődéséről sem szoktunk beszélni. Pedig van, mire büszkének lennünk. 1873-ban készül el az első hazai gyártású mozdony, 27 évvel később már az ezredik gördül ki a gépgyárból. A magyarországi mezőgazdasági gépgyártás 30-40 év alatt képessé válik minden olyan eszköz és gép gyártására, amire a mezőgazdaságnak szüksége van. Világszínvonalú villamosságipar, dinamikus városi és vasúti infrastruktúra fejlesztés, Budapestnek igazi világvárosi arculatot adó köz- és magánépületek. Zárójelben hadd tegyem hozzá, a budapesti föld alatti megépítését Európában csak a londoni előzi meg, a parlament épületét 1904-ben adják át. Tisztelt ház! Az országot ért veszteség és a gazdasági lendület megtörése mellett szólnunk kell az embereket közvetlenül ért veszteségről is.
Magyarországon 1918 és 1920 között több erőszak hullám söpört végig. Még nem volt trianoni döntés, még nem voltak új határok, de a Kárpát-medencében háború utáni háború dúlt. Először csak szabad csapatok randalírozása, feltört magtárak, lángoló kastélyok, etnikai vagy szociális alapú leszámolások, majd a megszálló cseh, román, szerb csapatok brutalitása. Sortüzek, önkényeskedések, fosztogatások, nők megbecstelenítése. Menekülésre kényszerített százezrek munkájuktól, állásuktól, megélhetésüktől megfosztott ott maradók. Földjüket, házukat, ingóságaikat elveszítő emberek. Rettegés, félelem, megaláztatás, kettészakított települések. Amikor Trianonról beszélünk, ma már a negyedik generáció teszi fel ugyanazokat a kérdéseket. Elkerülhető lett volna a világháború? Ki miért felelős? Miért lett a trianoni döntés Magyarország számára mérhetetlenül igazságtalan? A korszakot vizsgáló történészek közül sokan osztják a véleményt, hogy a 20. század elején, bár minden ország vezetője a békéről beszélt, valójában mindenki a háborúra készült. Az oszmán birodalom hanyatlása, a Balkánon keletkező politikai vákuum, a cári Oroszország terjeszkedése, a pánszláv gondolat erősödése, Németország növekvő ereje, Franciaország, Elzász elvesztése miatt érzett revansvágya, a nemzetiségek önállósodási törekvései mind ebbe az irányba mutattak. Ferenc Ferdinánd meggyilkolását követően az osztrák-magyar monarchia úgy kalkulált, hogy Szerbiával való konfliktusa lokális marad, legfeljebb a Balkánra terjed ki. Ezt támasztották alá az előző 50 év európai tapasztalatai. Bécs azt hitte, Németország kiállása a monarchia mellett távol tartja Oroszországot. Szentpétervár pedig azt hitte, az orosz mozgósítás meghátrálása készteti a monarchiát. Berlin azt hitte, hogy Anglia semleges marad, és ez visszatartja Franciaországot. Mindenki tévedett. Magyarország miniszterelnöke Tisza István eleinte ellenezte a hadba lépést. Úgy vélte, hogy az oroszok, a szerbek és a románok elleni egyidejű háború esetén nem jutna elegendő erő Erdély megvédésére. Egy várható győzelem pedig felbillentené a monarchia kényes etnikai egyensúlyát. Két hét húzakodás után Bécs meggyőzte Tiszát, aki a háborúról döntő minisztertanács ülésen már csak ahhoz ragaszkodott, a monarchia jelentse ki, nincs szándékában szerb területek bekebelezése. Az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Szerbiának, Magyarország hadviselőfél lett. A háború rövid idő alatt világháborúvá telebélyesedett. Négy évnyi háborúskodás után Magyarország vesztesfélként a súlyos büntetést nem kerülhette el. Miért? Miután a német villámháború stratégia csődöt mondott, és a háború egyre több forrást emésztett fel, az Antant és a központi hatalmak is az addig semleges országok hadba lépését erőltették. A semlegesek Olaszország és Románia hadba lépését azonban olyan területi igények elismerésével kellett megvásárolniuk, amelyeket csak az ellenfél teljes katonai összeomlása esetén lehetett érvényesíteni. Olaszország, Dél-Tirol, Isztria, Dalmácia nagy részének, az oszmán birodalom területei egy részének megszerzése és az afrikai gyarmatok bővítésének reményében lépett be a háborúba Anglia és Franciaország oldalán. Romániának pedig már 1916-ban Bukovinát, Erdélyt és Magyarország keleti részének jelentős részét ígérte az Antant.
ma már inkább csak történelmi érdekesség. De hadba lépése után két évvel, 1918. május 7-én Románia békét kötött Németországgal és az Osztrák-Magyar Monarchiával. Ennek is megvolt az ára. A korábban megkaparintott besszarábiai területek megtartásának jóváhagyása. Fél év múlva azonban, amikor Németország lényegében már kapitulált, Románia felrúgva a különbékét, ismét hadba lépett az Antant oldalán, a korábban kért területek megszerzésének reményében. 1918-ra három olyan monarchia végzete teljesedett be, Német császárság, Osztrák-Magyar monarchia, Cári Oroszország, amelyek a korábbi évszázadokban döntően befolyásolták Európa hatalmi viszonyait. Franciaországnak a korábbi szövetséges Oroszország kiesése után új szövetségesekre volt szüksége, Németország erejének ellensúlyozásához. Ráadásul a bolsevikok terjeszkedésének megakadályozásához nélkülözhetetlen volt egy ütköző zóna. Az új szövetségnek ára volt. Ezt az árat a győztes hatalmak a vesztesekkel, főként Magyarországgal fizettették meg. Tisztelt Ház! Intelmeiben Szent István arra figyelmezteti fiát, hogy mértéken felül senkit se büntessen. Az első világháborút öt ország fejezte be a vesztesek oldalán. Vessük össze Németország és Magyarország büntetésének mértékét. Míg Németország területének 13%-át veszítette el, addig Magyarország területének 67%-át, azaz kétharmadát. Míg Németország lakosságának közel 4%-a került más ország fennhatósága alá, addig ez Magyarország esetében a lakosság csaknem 60%-át jelentette. És rögzítsünk még néhány tényt. Magyarországot a béketárgyalásokra csak egy év késéssel hívták meg. Álláspontját, érveit a békefeltételek megfogalmazása során nem mondhatta el. A külügyminiszterek tanácsa mindössze egyetlen ülés szentelt a magyar határok ügyének. Érdemi vita nélkül hagyta jóvá a két előkészítő bizottság jelentését. Ezért volt jelentős szerepe az olyan figuráknak, mint a beszéd elején idézett Nicholson. A népek önrendelkezésére vonatkozó Wilsoni elveket csak Magyarország kárára alkalmazták. Amikor a magyar delegáció Párizsba érkezett, Wilson amerikai elnök már nem csak elveinek, de a tárgyalásoknak is hátat fordított, az amerikaiakat párizsi nagykövetük képviselte a meghallgatásokon. Aponyi Albert, a magyar delegáció vezetője, mindössze egy beszéd megtartására kapott lehetőséget. Vitára, érvek felsorakoztatására, dokumentumok nyilvános bemutatására nem kerülhetett sor. Magyarország sorsáról nem 1920-ban döntöttek. Jóval korábban. Sunyi háttértárgyalásokon. Felkészületlen politikusok, politikai kalandorok, önjelölt proféták, fizetett ügynökök, elfogult részben korrumpált szakértők, magyar gyűlölettel fertőzött újságírók közös munkája mindaz, amit ma trianoni diktátumnak hívunk. 100 év elteltével joggal tehetjük fel a kérdést. Békét hozott-e Trianon? Nem. Két évtizeddel később az öldöklés folytatódott. Segítette-e a térség Közép-Európa és Kelet-Európa gazdasági fejlődését? Nem. Csökkentette az etnikai feszültséget a térségben? Nem. A döntés egy sok nemzetiségű országból több sok nemzetiségű országot kreált.
ezzel újabb viszálykodás magvait hintette el. Ráadásul sem a német nemzeti szocializmus, sem az orosz bolsevizmus későbbi térnyerését nem tudta megakadályozni. Churchill a háborúról írott visszaemlékezéseiben így írt erről. Egyetlen olyan népe vagy tartománya sincs a Habsburgok birodalmának, amelynek függetlenség elnyerése ne hozott volna olyan kínokat, amelyeket hajdani költők és teológusok a kárhozottaknak tartottak fenn. Tisztelt ház! Az utolsó kérdés, amit fel kell tennünk, igazságos volt-e a trianoni döntés? Az, hogy mi magyarok igazságtalannak érezzük, érthető. De mit gondolnak mások? Harold Nicholson, akinek szavait beszédem elején idéztem, és aki magyar barátsággal nem vádolható, évekkel később a következőket írta. A Román Igények Bizottsága csak Erdélyben gondolkozott. A Cseh Igények Bizottsága Szlovákia déli határára összpontosított. Ez a két egymástól teljesen elkülönült bizottság olyan területi és népességi veszteségeket kényszerített Magyarországra, amelyek a maguk összességében igen súlyosak voltak. Ha a munkát egy magyar bizottság kezébe összpontosítják, nem csupán szélesebb határövezet lett volna a vitatárgya, hanem azt is látták volna, hogy a területi cessziók összessége sokkal több magyart helyez idegen uralom alá, mint amennyi az önrendelkezés elvével összeegyeztethető. De idézhetnénk Anglia akkori miniszterelnökét, Lloyd George-ot is. Sosem lesz béke Dél-Kelet-Európában, ha minden most létrejövő kis állam határain belül nagy számú magyar kisebbség lesz. Ezért a béke irányadó elvének javaslom, hogy amennyire emberileg lehetséges, a különböző népfajokat csatolják anyaországaikhoz, és ennek a kritériumnak elsőbbséggel kell rendelkeznie a hadászati, gazdasági vagy közlekedési megfontolásokkal szemben. Végül idézzük François Mitterrand, Franciaország szocialista köztársasági elnökét, aki 1992-ben a következőket mondta. E század valamennyi békeszerződése, és különösen az 1914-18-as háború nyomása alatt békeszerződések, kezdve a Versailles-n, de az 1945-ös is, az azt követő békeszerződések is igazságtalan békeszerződések, melyek a győztes dicsőségének vagy hatalmi vágyának, vagy közvetlen érdekeinek kielégítése érdekében mindig tagadták a történelmi, földrajzi, szellemi vagy etnikai realitásokat. A következő háború drámája mindig az előző békeszerződések rendelkezései közé íródott. Tisztelt megemlékezők! Mindarról, ami Trianon előtt és után történt, idézhetném Adit, József Attilát, Kosztolányit, Juhász Gyulát, Babicsot, Karintit, Krúdit, Móricot, Reményiket, Kós Károlyt, Szerb Antalt, Márait. Külön megemlékezést szánhatnánk az igazságtalanság miatt érzett fájdalmuknak. Most mégsem tőlük, hanem egy a trianoni döntés után született, és 1948-ban Ausztráliába menekült költőtől, Rutkai Arnoldtól idézek néhány versort. Mi kell még? Nem volt elég a hétpecsétes békeokmány, az ingyen kapott ősi föld.
Nem volt elég a septében meghúzott országhatár, kertek végében, a málna bokor mögött. Kevés volt talán a lehullott utcatábla, átköltött térkép, eldőlt szobor. Az anyanyelv már rég a föld alá költözött. Suttogva szólt a zsalugáterek mögött. Bezárt az Ódon iskola. Elhalt a dal. Kidőlt a harangláb. Az emlékek is reszketve féltek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A századik évfordulón indokolt, hogy a saját házunk előtt is söprögessünk. A világháború befejezése és a trianoni döntés közötti időben Magyarország amúgy is tragikus helyzetét az ország politikai vezetőinek katasztrofális ténykedése csak tovább súlyosbította. Ebben a szűk két éves időszakban a konzervatív tehetetlenség, a liberális tehetségtelenség és a bolsevik utópia adott randevút egymásnak. A patópároskodás, a hiú ábrándok kergetése, a kulturális fölényben és a történelmi érdemekben való alaptalan bizakodás lehetetlenné tette az amúgy is igencsak szűk mozgástér kihasználását. 1918-19 fordulóján hol voltak a titkosszolgálati jelentések az Antant és a későbbi Kisantant országainak háttértárgyalásairól és háttérmegállapodásairól? Hol volt az elemi önvédelmi ösztön a hadsereg újjászervezésére, a határok megvédésére? Hol volt a diplomáciai háttérmunka, a személyes kapcsolatok latbavetése, érveink megismertetése, legalább az etnikai határok elfogadtatására? Azt gondolni, hogy elég lesz az elvszerűség a kufárokkal, a zsákmányszerzési törekvésekkel szemben. Nem látni, hogy a háttérben milyen politikai, gazdasági üzletek köttettek, több volt, mint politikai vakság. Súlyos felelőtlenség. Károly Mihály egyetlen dolgot megtehetett volna. Egyben tartja a hadsereget, és erős karhatalmat épít ki. Ez védelmet jelenthetett volna az országba betörő csehek és románok ellen, és lehetőséget a kommunisták elszigetelésére. Ha Aponyi előadása, akkor, amikor már minden eldőlt, fel tudta kelteni a brit miniszterelnök érdeklődését, és kiváltani az olasz miniszterelnök szimpátiáját, vajon egy időben elkezdett, kitartó, szívós politikai és diplomáciai háttérmunka nem mérsékelhetett volna valamit a veszteségekből? Tisztelt ház! Vesztes háború, két forradalom okozta káosz, Trianon súlyos társadalmi, gazdasági következményei, csőd szélére jutott állam. De a nemzet élni akart. Hozzá kellett fogni az ország újjáépítéséhez. A munka Bethlen István kormányára várt. Bethlenről, aki tagja volt a párizsi békeküldöttségnek, Brian Cartlidge, angol történész így írt. A háború utáni időszakban feltűnően hiányoztak a tehetségek. Bethlen István volt az egyetlen megfelelő képességű férfi, aki hatékonyan tudta képviselni Magyarországot az európai politika színpadán. A párizsi békekonferencián, amikor ott inaskodott a nemzetközi politika közelében, jól megtanulta a leckét. És a tanultakat hatékonyan alkalmazni is tudta. Bethlen István, aki 1921-ben lett Magyarország kormányának vezetője, miniszterelnöksége első évében keresztül ült az országgyűlésben egy törvényt, ami kimondta a Habsburgok trónfosztását. Elérte a soproni népszavazást,
Ezzel az Ausztriának átadandó népesség 55 ezer fővel csökkent. Ellentmondást nem tűrően teremtette meg először a politikai stabilitás, majd a gazdasági kilábalás feltételeit. Csökkentette Magyarország nemzetközi elszigeteltségét. A Népszövetség támogatásával sikerült a gazdaság újraindításához szükséges kölcsönhöz jutnia. A magyar piacot védő vámokat vezetett be. Az eredmény minden várakozás felülmúlt. Már 1925-től minden évben költségvetési többletet ért el a kormány, és jelentősen növelni tudta az oktatásra és a közegészségre fordított összegeket. Klebelsberg nagyívű oktatás és kultúrpolitikájának ez biztosította a pénzügyi alapjait. 1929-re az ipari termelés 12%-kal haladta meg az 1913-ast. Nem Magyarországon, nem a magyar embereken múlt, hogy a gazdasági világválság megakasztotta ezt a lendületet. Tisztelt ház! Eltelt 100 év, telve fájdalommal, újabb veszteségekkel, sok-sok tapasztalattal. Magyarországot a II. Világháború óta újra és újra megvádolják a határok megváltoztatásának szándékával. Figyelmen kívül hagyva, hogy amikor erre a történelem lehetőséget kínált, Magyarország sosem élt területi követelésekkel szomszédaival szemben. Sem a Ceausescu rezsim bukása, sem Jugoszlávia szétesése, sem a Szovjetunióból kiváló Ukrajna megszületése, sem Csehszlovákia kettéválása idején. Mi tiszteletet adunk a szomszédainknak, de azt kérjük, ők is tiszteljenek minket és az országukban élő magyarokat. Mi tiszteletet adunk a Magyarországon élő nemzetiségeknek, és azt szeretnénk, ha ők is tisztelettel fordulnának felénk. Nekünk egymás javára, és nem egymás ellenében kell dolgoznunk. Amit a nagyhatalmak elrontottak, nekünk kell kijavítanunk. Ha így teszünk, a trianoni átok lekerül rólunk. Ám beszéljünk világosan, fogalmazzunk egyértelműen. Nem leszünk partnerek az elhallgatásban, a történelem hamisításban, az anyaországon kívül élő magyarok megtagadásában. Partnerek leszünk viszont az őszinte beszédben, a történelmi esélyek kihasználásában, a magyarok és más nemzetiségűek közötti kötelék erősítésében. Senki sem vitathatja el tőlünk a jogot, hogy azért dolgozzunk, ha már a nemzet földrajzi határai megváltoztak, hogy a nemzet lelki határai változatlanok maradjanak. Tisztelt ház! Ezt a napot, június 4-ét, 10 éve úgy hívják a Nemzeti Összetartozás napja. Az elmúlt 10 évben az volt a célunk, hogy végre építsünk ott, ahol annyi évtized csak rombolni tudott. Hogy a nemzetpolitika nemes fogalmát megtöltsük tartalommal, és az egyszerűsített honosítással erősebb kötelék szövődjön magyar és magyar között. Hogy támogassuk a határainkon túli kis magyar közösségeket épp úgy, mint a nagy intézményi hálózatokat. Hogy képzésekkel, támogatásokkal fejlesszük a határon túli magyar vállalkozások versenyképességét, megújítsuk az egyházi, közösségi élet szintereit. 10 éve azon dolgozunk, hogy szociális juttatásokkal, ösztöndíjakkal és a magyar iskolák megerősítésével adjunk távlatot ott, ahol a magyar fiatalok megtartásához elsősorban oktatás és munkahely szükséges. Hogy helyrehozzuk, megmentsük veszni indult közös értékeinket. Felújítsuk a meggyötört műemlékeket. Hogy közös forrást biztosítsunk közös célokra.
aki a jövőben is így cselekszik, nem csak azt nézi majd, ami egykor volt, hanem látja is mindazt, amink most is van. A Komárom Isely János Gimnázium érettségiző magyar diákjait, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány házainak lakóit, nevelőit, a Ráti Szent Mihály gyermekotthonban magyarul éneklő fiatalokat, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola tanárszakos hallgatóit, a nagykaposi óvodásokat, az Újvidéki Művészeti Akadémia ifjú tehetségeit, a Csíksomlyói hármas oltár körül összegyűlő fiatalokat. A Magyar Országgyűlés 10 év alatt megtízszerezte a nemzeti összetartozás kiteljesítésére szánt forrásokat. 10 év munkája, hála Istennek, ma már termőre fordult. Széchenyi István Hitel című könyvében írta. Sokan azt gondolják, Magyarország volt. Én azt szeretem hinni, lesz. Aponyi Albert a trianoni feltételek elfogadásáról szóló parlamenti vitában, itt ebben az épületben, Széchenyire utalva így lelkesítette az országgyűlés tagjait. Magyarország nem volt, hanem lesz. Tisztelt Ház! 100 év elteltével, 2 világháború után, Trianontól és gazdasági válságoktól gyötörten, egy több mint 4 évtizedes kommunista, szocialista vargabetű után, egy levert forradalmat követően, többször is az államcsőd szélére jutva, itt vagyunk, élünk. A jövőben bizakodva mondhatjuk, a magyar nemzet nem csak volt, de lesz is. Tisztelt Országgyűlés, megköszönöm Áder János köztársasági elnök úr ünnepi beszédét. Tisztelt Ház, képviselőtársaim, a politikai nyilatkozat üzenetének az Áder János köztársasági elnök úr, valamint Kövér László házelnök úr által elmondottak megértésében és megvalósításában bízva kérjük a Jóistent, a történelem urát, hogy múltunk nemzeti tragédiáinak tanulságai és az újra megtalált nemzeti összetartozásunk öröme igazi erőforrássá tudjon válni a jövő felé haladtunkban. Tisztelt Országgyűlés! Kérem, hogy ünnepi programunk zárásaként felállva közösen énekeljük el nemzeti himnuszunkat, majd állva maradva tisztelegjünk a nemzeti zászló és a történelmi zászló kivonulása előtt.
Zászlóvivők, jobbra, balra! Lépés! Indulj! Köszönöm szépen, kérem foglalják el helyüket. Tisztelt Országgyűlés! Mai ünnepi ülésünk programjának végére értünk. Most 10 perces technikai szünet következik, ezt követően általános vitákkal folytatjuk ülésünket. Köszönöm a megjelenésüket.